Sziasztok, Szandra vagyok. A mai videóban a hálószobánkban fogok egy kicsit rendezkedni. Egészen pontosan egy új sminktároló komódot fogok most berendezni. Szeretném elmesélni, hogy miért is cseréltem le azt a fiókos szekrényt, amiben még korábban tároltam a sminkjeimet, illetve azt is meg fogom mutatni, hogy azt a komódot, amit vettem a régi helyet, először átalakítottam egy picit. Szóval lesz bőven mesélni való és látni való is ebben a videóban. Remélem, hogy velem tartotok. Kezdeném először azzal, hogy miért is cseréltem le azt a fiókos szekrényt, amiben korábban tároltam a sminkjeimet. Aki régebb óta követ, az talán emlékszik rá, hogy korábban én egy ilyen IKEA-s fiókos szekrényben tároltam a sminkjeimet. Ez egy ilyen relatíve magas, ha jól emlékszem, 9 fiókos Alex szekrény volt. Az előző lakásban nagyon jól beillett a nappaliban a kanapénk, illetve a könyvespolcunk közé. Szóval oda tökéletes megoldás volt ez a magasabb fiókos szekrény. Amikor ugye tavaly elköltöztünk ide, akkor ezt a fiókos szekrényt, ezt betettem ide a hálószobánkba, de hát itt eléggé sután nézett ki, mert sem a magassága, sem a szélessége miatt nem igazán passzolt ide, de hát nem ez volt a legfontosabb, hogy ezt lecseréljem, úgyhogy úgy voltam vele, hogy majd ha úgy adódik, akkor lesz helyette valami más. És ennek idén tavasszal jött el az ideje, amikor is elkezdtem keresgélni, hogy milyen fiókos szekrényt tehetnék ide helyette. Nem volt egyszerű dolgom, mert hogy volt olyan, ami méretileg nagyon jól passzolt volna ide, de nem tetszett az, ahogyan kinézett, vagy pedig fordítva. Ugye az előző fiókos szekrény az egy relatíve magas, de keskeny szekrény volt, és én most szerettem volna egy alacsonyabb, de szélesebb szekrényt, viszont mivel itt van mellette a gardróbunk, így mindenféleképpen szerettem volna, hogy legyen annyi hely, hogy ki tudjuk nyitni a gardrób szekrényt, a másik oldalon pedig a szobának az ajtaj van, tehát nyilván azt is figyelembe kellett vennem, szóval túl széles sem lehetett a leendő kis komódom. Szóval nagyon sokáig keresgéltem, és végül a Bonaminak az oldalán találtam egy ilyen natur fenyő fiókos szekrény. Egyébként ez nem szponzorált videó, én magam vásároltam ezt a szekrényt. Ez egy ilyen full natur színű fiókos szekrény volt, és úgy voltam vele, hogy ez egy tökéletes alap, amit én átalakíthatok olyanra, amilyenre én szeretném. Úgyhogy végül megrendeltem, egyébként tök mázli, mert azt hiszem akkor voltak talán joynapok vagy valami hasonló, úgyhogy találtam rá egy 20%-os kupont, úgyhogy így 20% kedvezménnyel tudtam megvásárolni. És úgy döntöttem, hogy nem hagyom meg az eredeti színét, hanem szeretném, hogyha egy kicsit sötétebb lenne. És az Aldiban vettem egy ilyen barna pácot talán, azt hiszem, már nincs is meg a csomagolása, úgyhogy nem fogom tudni pontosan megmondani. Mindegy, a lényeg az, hogy szerettem volna, hogy sötétebb legyen ez a szekrény, de az, az igazság, hogy egy picit túl sötét lett, szóval én ilyen középbarna színt szerettem volna, de végül sötétbarna lett belőle. Ami egyébként tetszik, tehát nincs vele gond, csak nem egészen ilyenre szerettem volna. Na mindegy. A pácolást vagy festést azt most nem én csináltam meg, hanem egy ismerősünk. Hát nem is nagyon tudtam volna egyébként itt a lakásban megcsinálni szerintem ezt a projektet, így hogy ugye itthon voltak a gyerekek is még a karantén alatt. Úgyhogy a férjem elvitte a lapra szerelt állapotban lévő komódot, illetve a pácot is, és akkor ez az ismerősünk lefestette, és amikor készen volt, akkor pedig a férjem hazahozta, és utána szereltem össze a komódot. Kellettek még rá ugye fogantyúk, mert hogy nekem ezek az eredeti gomb fogantyúk nem igazán tetszettek. Eredetileg egyébként úgy akartam, hogy
középbarna színű lett volna a komód, és fekete fogantyúkat teszek rá, de mivel sötétbarna lett, így a fekete fogantyúk gyakorlatilag nem látszottak volna. És akkor így eszembe jutott, hogy lehetnének esetleg aranyszínűek, de aztán végül ezek mellett az IKEA-s bőrfogantyúk mellett döntöttem, amik szerintem nagyon jól néznek ki ezzel a sötétbarna színnel. Úgyhogy íme így néz ki a kész komód, majd teszek be róla képet valahova, hogy nézett ki eredetileg. Nekem nagyon tetszik, annak ellenére, hogy nem egészen ilyen színűre terveztem, de végül nagyon örülök, hogy ilyen lett. És most igazából az fog következni, hogy bepakolom a sminkjeimet a komódba, illetve hogyha azzal elkészültem, akkor berendezem majd a komódnak a tetejét. És igazából tökre izgatott vagyok, mert hogy imádok rendezkedni, rendszerezni, sminkeket pakolni, úgyhogy ez most igazi kikapcsolódás és felüdülés lesz nekem. Na, itt vannak a cuccok, amiket be kellene pakolnom ebbe a fiókos szekrénybe, illetve még itt a komód tetején vannak ékszerek, mert hogy az egyik kis fiókba az ékszereimet szeretném bepakolni, ugyanis ezek is csak így kallódtak ide-oda különböző helyeken eddig. Valószínűleg fogom használni azoknak a tároloknak egy részét, amik az előző fiókos szekrényben voltak, de nem fog mindegyik beleférni ezekbe a fiókokba. Úgyhogy vettem néhány kisebb tárolót a Pepco-ban. Ezek azért tök jók, mert van ilyen belső elválasztó bennük, amiket ki lehet szedni, és szerintem ezekben tök jól el lehet majd helyezni az ilyen szemceruzákat, ajakkontúrceruzákat, meg ilyen kisebb sminkeket. Viszont még mielőtt elkezdenék bepakolni a fiókokba, teszek mindegyiknek az aljába ilyen fiókvédőt. Mégiscsak sminkekről van szó, amik ugye kifolyhatnak, és nem szeretném, hogyha bekoszolnák a fiókot, úgyhogy most vágok méretre mindegyik fiókba ebből a fóliából. Ezt amúgy a Pepco-ban vettem, 750 forint, egy ilyen 150x50 centis tekercs. Szerintem az anyagra való sminkeket ezekbe a Pepco-s tárolókba fogom tenni, mert ez így eléggé praktikus megoldásnak tűnik. Ezek itt mind szájfények, ezek kerülnek az egyik rekeszbe. Aztán ezek itt ilyen piros, folyékony ajakrúzsok, ezek kerülnek a másik rekeszbe. Ezek ilyen rózsaszínes, meg májvás folyékony rúzsok, ezek jönnek ide. És ezek meg ilyen, hát ilyen átmenetek a szájfény és a folyékony rúzs között, úgyhogy ezek kerülnek ide a negyedik rekeszbe. Na, akkor egyel meg vagyunk. Ezeket a rúzsokat szerintem benne hagyom ebben a tárolóban, aztán majd megnézzük, hogy férnek bele a fiókba. Jöhet akkor egy másik ilyen tároló. Szerintem azt fogom csinálni, hogy kiveszek egy ilyen elválasztót, és akkor ide teszem az ilyen ajakbalzsamokat, meg ajakápolókat és ajakradírokat. És akkor ide fogom tenni az ajakkontúrceruzákat. Valamelyik kilóg, mert túl hosszúak, de szerintem be fogom tudni csukni a fiókot tőlük. És akkor ide az utolsó rekeszbe pedig az ilyen ajak primereket teszem. Van ez a Guerlain rúzs, aminek eléggé vastag a tokja, ez sajnos nem fér be ilyen tárolóba, úgyhogy ezt is ide teszem. És akkor ezt a két ajaksminkes tárolót ebbe a fiókba fogom betenni. Szerintem ez így tökéletes, be lehet csukni? Be lehet csukni. Nagyon jó. Akkor egy fiókkal meg vagyunk. Na, hát a kamera nem volt együttműködő velem, így nem sikerült felvennem azt, hogy a szemre való sminkeket elhelyeztem ebben a két tárolóban. Kivettem mindegyikből két-két ilyen elosztót, úgyhogy így csak egy elosztó maradt mindkettőben. Az egyikbe
a szempillaspirálokat tettem, illetve a szemöldökre való sminkeket, a másikba pedig a krémes szemfestékeket, illetve szemhéjalapokat, valamint a szemceruzákat és szemhéjtusokat. Szemsminkek azok a második fiókba fognak kerülni. Itt vannak a paletták is, szerintem azokat így állítva teszem be egymás mellé. A nagyobbakat azokat pedig így melléjük teszem, legalább kitámasztják ezeket is. Nem fognak elborulni. És mivel itt maradt egy kis hely, így arra gondoltam, hogy ide beteszem a rúzsokat, amik a rúzstartókban vannak. Jöhet a következő fiók, ebbe az arcra való sminkeket fogom tenni, és szerintem megnézem, hogy beleférnek-e a fiókba ebben a tárolóban, amiben az előző ilyen sminkes szekrényemben voltak, mert így ránézésre szerintem ezek pont bepasszolnak oda. Hát ez egyszerűen prima, ezek ide lettek teremtve, és lehet, hogy még ez a Fix Plus is befér ide. Nagyon jó. A következő fiókba fogom tenni a körömlakkokat, meg ilyen mindenféle sminkiegészítőket. Ezek itt ecsetek, amiket jelenleg nem használok. Vannak itt ilyen ecsettárolók, ez is az. Ebben körömreszelő, szemöldök, csipesz, kisolló, meg ilyesmik vannak, ezt is ide teszem. Sminklemosókendők, vannak még itt ilyen ecsettisztító cuccok, azokat is ide rakom. Ez egy ilyen mágneses paletta, azt szerintem beteszem az ecsetek alá. Van itt egy ilyen kis neszeszer, ezt is bedobom ide. És akkor ezek itt még ilyen körmös cuccok, ezek szerintem beférnek ide a körömlakkos kis tároló mögé. Hát ez eddig így zseniális, én nagyon meg vagyok elégedve, hogy ilyen szuperül sikerül elrendezkednem ebben a fiókos szekrényben. Na és akkor ez a legalsó fiók, ez tulajdonképpen ilyen tároló fiók lesz, ahol azokat a krémeket, meg mindenféle kozmetikumokat fogom tárolni, amik még nincsenek felbontva, de szeretném majd egyszer használni őket. Van még egy ilyen szütyöm, amiben a különböző fátyolmaszkokat tárolom. Ezt is berakom ebbe a legalsó fiókba. Ez a fiók nem lett annyira rendezett, mint a többi, de ennek igazából nem is ez a lényege, hanem az, hogy egyáltalán el tudjam valahova tenni ezeket a cuccokat, hogy ne szanaszét dobálózzanak mindenfele. Na, bepakoltam mindent, amit szerettem volna a komódba, úgyhogy most jöhet a teteje, mert hogy nyilván nem fogom ilyen üresen hagyni. Egyébként arra jöttem rá, hogy ez itt egy tök jó videózós háttér lehet majd, mert hogy amúgy ezeket a leülős, beszélős videóimat itt szoktam felvenni a szobában, de általában vagy az ágyunk a háttér, vagy itt a szekrény, mert hogy eddig ugye a fehér komód volt itt, ami nem volt annyira dekoratív, pláne hogy rajta voltak ugye a gyerekzárak, de ennek, hogyha szépen berendezem a tetejét, akkor akár tök jól nézhet ki egy videó háttereként. Először is van itt egy tükör. Gondolkodtam azon, hogy felfúrjuk-e a falra, de szerintem nem fogom, mert hogyha videózni szeretnék ezelőtt a komód előtt, akkor videózáskor ezt le kell majd vennem innen, mert akkor vissza tükröződik a kamera meg minden. Remélem, hogy a gyerekek nem fogják levenni, mert az mondjuk elég nagy szívás lenne, de bízom benne, hogy nem. Minden esetre ez egyszerűen tökéletes ide. Tök jó, hogy a
széle ilyen aranyszínű, és nagyon jól néz ki. Aztán itt vannak a sminkecseteim. Ezek amúgy korábban nem ezekben a tárolókban voltak, hanem ilyen fehér fémtartókban. Ezt a Flying Tigerben vettem, ezt pedig a Pepco-ban. És szerintem nagyon jól harmonizálnak ezzel a komóddal. Jöhet egy kis zöld is, egy szobanövény. Ne kérdezzétek, hogy milyen fajta, mert fogalmam sincs. A cserepet azt amúgy én magam festettem. Ha jól emlékszem, akkor volt is róla videó, úgyhogy azt majd linkelem fent is, meg lent is. És hát természetesen gyertyát muszáj tennem a komódra. Ez amúgy egy Pepco-s gyertya, de szerintem baromi jól néz ki. És nagyon kellemes illata van. Aztán itt van még ez a kis üvegtálca, amin a parfümjeimet tárolom. És ide teszem még ezt a kis kagyló alakú porcelántálkát is, mert erre le tudom majd tenni az órámat, illetve a gyűrömet is, amikor leveszem. Ja, amúgy ebben a kosárban szoktam gyűjteni a kiürült flakonokat az elfogyott termékes videókhoz, úgyhogy ez itt pont tökéletes helyen van, hogy kinyitom az ajtót, akkor pont eltakarja és nem látszik, mert egyébként szerintem tök dekoratív, úgyhogy az sem lenne baj, ha látszana. Na, hát azt hiszem, hogy elkészültem, még lehet, hogy ide a falra kitalálok majd valami dekort, de egyelőre az volt a cél, hogy a komódot végre a helyére tegyem és berendezzem, és ez most megvalósult, úgyhogy mutatom nektek, hogy milyen lett. Ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek. Ha igen, akkor nagyon örülnék neki, hogyha nyomnátok rá egy lájkot, illetve várom a kommentjeiteket is. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, és találkozzunk következő alkalommal is. Sziasztok!